Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Önök a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény magazin műsorát, a Kultúrperceket látják. Első évfolyamunk 9. adása. Az elmúlt héten, csütörtök délután, Kondoros főterén föl lett állítva a város karácsonyfája. Az ezt megelőző napokban a Dérczy Ferenc Könyvtárban már lázas készülődés volt, készültek a díszek. Csütörtök délelőtt Harcos András felajánlását a TESZI dolgozói állították fel a Városháza előtti téren. Ezt követően a könyvtár dolgozói díszítették a fát, amely azóta gyönyörű díszben és fényben pompázik. Pénteken délelőtt a Szegedi Látvány Színház volt a városunk vendége. A színház két művésze egy környezettudatos előadást adott elő, először az óvodásoknak, majd a Petőfi István Általános Iskola alsó tagozatosainak. Nagy sikerük volt a művészeknek, a gyerekek nagy örömmel nézték végig a Dérczy Ferenc Könyvtár által támogatott programot. Gazdag programja volt a Nagycsaládosok Egyesületének is az elmúlt héten. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének programjain belül a Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete szervezte a regionális családi találkozót. A háromnapos programnak az első részében pénteken az ismerkedés és a családi kvízjáték volt. Másnap, november 26-án szombaton délelőtt kirándultak Gyopárosra, majd az este a nagy sikerű Katalin bál programja volt. A Katalin bálon fellépett a Köröstárkányi Néptánccsoport, Bardon Ivett színművész és Horcsák Martin. Másnap, 27-én vasárnap a Batthyány Gejsz kastélyhoz látogattak ki a vendégek. Ezt követően ebéd és hazautaztak. Szombaton délelőtt, november 26-án a Dérczy Ferenc Könyvtárban folytatódott a mesés kézműveskedés. Ez alkalomból a télapó váró kézműves foglalkozás volt, melyen szép számban jelentek meg a gyerekek, és jó néhány kis migulást készítettek, amelyet majd otthon cukortartónak használhatnak. A hétvége legjelentősebb rendezvénye az advent első vasárnapja volt. A Legendák Földje alapítvány szervezésében immár 7. éve találkozhatta Kondoros lakói a Szökőkútnál felállított adventi koszorúnál. A 17 órakor kezdődő meghitt ünnepségen Ribárszky Péter, Kondoros város polgármestere köszöntötte a szép számban megjelenteket. Szép adventi gondolatokat hallhattak az érdeklődők. Polgármester úr az ünnepvárás izgalmakkal teli időszakáról, az elkövetkezendő napok titokzatosságáról is szólt. Ezt követően Arany Gábor katolikus plébános emlékeztetett a szeretet és az összetartozás fontosságára, ami egyben az advent varázsa is. A katolikus énekkar az animátó énekegyüttes énekszámaival színesítette az első meggyújtására szervezett színvonalas rendezvényt. Ezek után nézzük hétvégi programjainkat. Szombaton a tájházban kézműves foglalkozás lesz. A foglalkozáson a gyerekek fonallal és kartonnal fognak dolgozni, ajtó, illetve asztaldíszeket készíthetnek a karácsony és a migulás egyében. A foglalkozást vezeti Takács Dominika. Tovább folytatja az IÜKM az adománygyűjtését. Szerez örömet címmel. Ebben az évben is szebbé szeretnék tenni a gyermekek és a családok ünnepét. Várnak tartós élelmiszereket, könyveket, játékot, ruhákat, szaloncukrot és egyéb életminőséget segítő tárgyakat a régi Makács iskolába. Az adományok a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat részére lesznek továbbítva. Így segíthetsz másoknak, hogy boldog legyen a karácsony. Az év vége nem csak az adventi várakozás, hanem a báli szezon időszaka is. December 3-án a Városi Sportcsarnokban fogják megrendezni a Szlovák bálat. A rendező szlovák önkormányzat nagy szeretettel várja az érdeklődőket, a jegyek 2000 forintos árban kaphatók. A továbbiakban az IKST hírei következnek. Tovább tart a mackógyűjtés. Már a megelőző számokban is
Beszámoltunk arról, hogy mackókat gyűjtenek a gyermekek számára, azon gyermekek számára, akik balesetnél, sérülésnél mentőbe kerülnek. Nagyon szép akció, nagyon szép kezdeményezés. Kérjük Önöket, hogy akinek van olyan mackója, amit már nem kíván használni, azt december 6-ig juttassa el a szervezőkhöz. A gyűjtőpont Kondoroson az IKST közösségi ház Horcsák Gyöngyinél. Ugyancsak az IKST-ben lesz egy program december 9-én pénteken. Hartai Csaba, Bárka díjas, megyei prímadíjas költő, író lesz a vendég, egy író-olvasó találkozó lesz, melyre szeretettel várnak minden kedves irodalomkedvelőt a szervezők. A helyszín az IKST közösségi háza. És szintén egy olyan felhívás, amelyet már közöltünk Önökhöz, de elmondjuk még egyszer, hogy a Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Kollégium felhívása a következő, egy cipős dobozni jót tett. Ha van otthon olyan játék, könyv, ruhanemű, vagy egy táblacsoki, magad készített ajándék, jó kívánság, amivel szeretnél megörvendeztetni egy rászoruló gyermeket, készíts egy becsomagolt, lezárt csomagot. 2016. december 19-én 10 óráig várják a Kondorosi Petőfi István Általános Iskola felsős központjába a becsomagolt cipős dobozokat. Annyit kérnek, hogy írják rá, hogy mennyi idős fiúnak vagy lánynak szánják a cipődobozba rejtett ajándékokat. Az ünnepek előtti utolsó tanítási napon a pedagógusok kiosztják a cipős dobozokat. Kérjük Önöket, hogy minél többen vegyenek részt a jótékonykodásban, minél többen segítsék az iskolát. December 3-án szombaton a művelődési házban az önkormányzati Varroda termékeiből lesz Mikulás napi vásár. 8-tól 12 óráig várják az érdeklődőket. December 4-én jótékonysági Mikulás futást szervez a Kondorosi Atlétákese. A gyülekező 9 óra 30-kor lesz az általános iskolánál, a rajt 10 órakor. Nevezni lehet édességgel, gyümölcsel, játékokkal és könyvekkel, amit a kondorosi kollégista gyerekek kapnak meg. Ugyancsak vasárnap lesz a következő programunk, amelyet ajánlunk, a második adventi gyertyagyűjtés a Legendák Földje Alapítvány szervezésében. 17 órakor a Hősök terén a Szökőkútnál lesz megrendezve a program, melyen műsort az evangélikus énekkar ad. Beszédet Tuska Tibor, evangélikus lelkész mond. Az ünnepi köszöntőt Vantara Gyula országgyűlési képviselő mondja el. Várjuk Önöket, legyünk minél többen. Végül szeretném a figyelmükbe ajánlani ezt a kedves kis kiadványt, amely az önkormányzat szervezésében készült el. Az évvégi karácsonyi ünnepi programokat tartalmazza, eljuttattuk minden házba, forgassák, és minél több rendezvényen legyenek, vegyenek részt. Köszönjük szépen e heti figyelmüket, és találkozzunk a jövő héten, viszontlátásra!